109 éve, hogy 1908-ban Kolozsvár mellett Válaszút községben megszületett Vas Albert. Gödöllőn minden évben születésnapjához legközelebb eső pénteken a Művészetek háza mellett felállított szobránál emlékeznek meg az erdélyi magyar íróról, költőről. A január 6-án megtartott városi megemlékezés, mint minden évben, a Gödöllői Református Líceum diákjainak, tanárainak szervezésében és közreműködésével valósult meg. Vízkereszt ünnepén itt, Gödöllői szobra előtt szeretnénk közösen, csendesen fejet hajtani az író személye, írásainak szellemisége és szülőföldjének emberei, tájai és kultúrája előtt. Köszöntöm megemlékezésünk valamennyi résztvevőjét és a szereplőket, a Református Liceum diákjait. Iskolánk az 1990-es évek végétől testvériskolája Vas Albert egykori alma máterének, a nagymúltú kolozsvári református kollégium gimnáziumának, így évről évre megtiszteltetés számunkra, ha az író emlékének gödöllői ápolásában részt vehetünk. A kolozsvári Ódon iskola régi érettségi tablóin általában 4 diákot szoktak megmutatni, mint az iskola büszkeségeit. Szabó Dezsőt, Vas Albertet, kolozsvári Grandpierre Emilt és Sütő Andrást. Mindkét iskola közösen vallja. Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Megemlékezésünk kezdetén kérem énekeljük el először a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Második Rákóczi Ferenc 25, Mikes Kelemen 50, Kossuth Lajos 45 éven át élt szülőföldjétől, hazájától távol, emigrációban. Vas Albert száműzetése ennél is tovább tartott. 53 évet élt távol hazájától és szülőföldjétől, először Németországban, majd az Egyesült Államokban. Vas Albert szülőföldjén csak 26 esztendőt, magyar állampolgárként, Magyarországon pedig csak 16 évet élhetett, mégis sem szülőföldjéről, Erdélyről, sem hazájáról, Magyarországról soha semmilyen körülmények között nem mondott le. Életében már nem, csak halála után halóporaiban láthatta viszont ifjúságának szeretett tájait, a Felső Maros mentét, a tájat uraló Kelemenhavasokat és annak csúcsát, az Isten székét. Műsorunkban először hallgassunk meg Fúkáron előadásában Vas Albert Kolozsvár 1930 című versét. A vers a kincses város egyben az erdélyi magyarság Trianon utáni letargiáját idézi, amikor nem maradt más, csak a zsoltár és a könyv. Kitekintek a vonatablakon. A régi város ismerős nagyon. Az öreg szamos halkamban dukol, és ballaktában régi dal dúdol. A hólyaszélen lügyeznek a fák, s hiszem, mint régen. Most is van virág, az ég felettem pompás, tiszta kék. Fecskék suhannak éppen úgy, mint rég. A házsongárdi fák is intenek, és lepkét űz egy régi kisgyerek. A varázs megtört, tompán, hirtelen. Zakatoltunk a váltósíneken, az állomás állt szürkén, hidegen. A régi város más lett, idegen. Az utcalárma zagyva hangzavar, a szebbe jövőket hiába lesem. Ismerős arcra nem talál szemem.
idegen szó, idegen felirat, az embertömeg futkosó riadt. A régi emberek tempósan jártak, és a boldogságra mégis rátaláltak. Lassan-lassan a temetőhöz értem. Fák őrizték némán és sötéten. Bent minden régi helyet sorra jártam. Itt tanultam, itt írtam, itt leányra vártam. Kísért, kísért egy ismerős gyerek, s amerre néztem ismerős nevek, és megtudtam, amire este lett, hogy bárkin minden elveszett. E hely, hol mindent kis halmok takarnak, örök város a bujdosó magyarnak. Mert míg Kolozsvár utcáit bejártam, csak egyetlen egy ismerős találtam. Komor volt, vén volt. Mondjam a nevét. Rám emelte zörgő csontkezét. Tudd meg, a fecske itt hiába száldos. Meghalt, mondta. Meghalt a régi város. Annyi maradt csupán belőle élve, amennyi belefér szíved egy rejtett ócska szögletébe. S míg vágtattam vissza a síneken, idegen voltam én is. Idegen. Virág Eszter és Árki Lili énekel egy moldvai magyar népdalt. Repülj, madár, repülj, menasságra repülj. Édes kalambomnak gyenge vállára ülj. Vidd el, madár, vidd el, levelemet vidd el. Apámnak, sanyámnak, jegybéli mátkámnak. Ha kérdi, hogy vagyok, mondjad, hogy rab vagyok. Szerelem tömlőcben, térdig vasban vagyok. Rab vagy, rózsám, rab vagy. Én meg beteg vagyok. Mikor eljössz hozzám, akkor meggyógyulok. Vas Albert Jönnek című regényének részletét Novák Gyula tanár úr adja elő. És megszólalt a rádió. Nagyot mondott. A bécsi döntést mondta. Felugráltunk, tulakodtunk a térkép körül, kezünk reszketve markolta a ceruzát, majd szét pattantak az idegeink. Egy női hang mondta az új határt. Falunk nevéhez érve, még a csönd is jégcsappá fagyott. Aztán tovább mondta, Kövölkút, Bánd, Nyárátfő, Balavásár. Az ablakhoz mentem. Úgy éreztem, rohanni kellene. Kirohanni a mezők közül is, végig kiáltani rajtuk riadó szóval, hogy öltözzenek csupa virágba, mert újra magyar föld lettek. Az erdőig rohanni, és fölrázni a fákat, hogy énekeljenek a boldogságtól. Aztán mégiscsak meg kellene állni, szemközt fordulni a déli határvonallal, leemelt kalappal és lehajtott fővel. És a második részben, amikor már jönnek be a katonák. Ma is látom, elsőként egy kerékpáros regény érkezett. Arca, ruhája csupa por, de szeme világított felénk. Testvérszem volt, a mi szemünk volt. A lányok virágot dobáltak elébe és reá. Ordítottunk és
kilátottunk. Úgy éreztük, részegek vagyunk valamitől. A kerékpáros legény jött, intett a kezével, és átment a díszkapu alatt. És már is jöttek mögötte a többiek kerékpárokon, és roppant nagy gépkocsikon. Nevettek és integettek nekünk. És mi csak szórtuk rájuk a virágokat, rengeteg virágot, még csupa virág lett az utca, és berekedtünk egészen. Úgy éreztük, részegek vagyunk valamitől, szédülten kavargott körülöttünk a világ. És nem volt beszéd, nem volt fogadtatás. Csak fegyelmezetlen kiabálás volt, szemünkből könnyek folytak, és elfelejtettünk mindent, beszédet, éneket, fogadtatást. A díszkapu két oldalán álltunk, mozdulni sem tudtunk, csak néztük őket, ahogy jöttek a honvédeket, a mieinket, a magyarokat. És úgy éreztük, szívünk ketté hasadt és megnyílt, és kiömlött belőle mindaz, ami éveken keresztül felgyűlt. És mesztelen csupa szívünk ott, piroslott tisztán és föltárva, a honvédek előtt, akik eljöttek, akik a mieink. Szerettünk volna leomlani az útra, hogy testünkkel tegyük puhává a köveket, ahova lépnek, ahol a gépeik dübörögnek. Szerettünk volna akkorát kiáltani, hogy mindenki meghallja. Szerettünk volna felkúrjantani az égbe, hogy Isten és az angyalok odafigyelnek mind, és lássák. És nem csináltunk semmit, csak álltunk ostobán, gyámoltalanul, tátogott a szánk, szemünkből könnyek folytak, s szívünk izzott pirosan, mint tűzben született bünkösdi rózsa. Így volt ez, bizony így, fejezte Vas Albert. Műsorunk zárásaként Ardai Botond olvassa fel Vas Albertnek egy kései levelét, melyet Szelecki Zita színművésznőhöz írt. A levél egy emigráció, vagy ahogy a kuruckorban mondták, a bujdosás keserveit idézi, de egyben tanúskodik Vas Albert töretlen hitéről és hazaszeretetéről is. Aranyos Zitácska, megdöbbenve és elszomorodva vettem levelét. Hát még magát is, aki olyan édes, jószívű, és mindenkivel csak jót cselekvő teremtés, mivel magát csak kímélik meg az alattomos csalók és árulók. Hogy engem úton útvélel megdobálnak, amikor csak tehetik, azt megértem. Nagyokat ütök rajtuk én is magam fegyverével, a tollal, amikor megszolgálják. De maga nem bántott soha senkit. Bizony szomorú, hogy kedvesei elhunyt a mellé, még az élők hamiságát is, el kell szenvednie, s hogy akiknek jó szíja van akkora, hogy az egész nemzet belefér, annak egymagával kell szembenézni a világgal. Hol vannak ilyenkor az ünneplő jó barátok, a hűséges hívek? Én ezt már rég meg kellett tanuljam. Hogy is mondja a régi latin közmondás? Míg szerencsés vagy, sok barátod van. Amikor elfelősödik fölötted az időjárás, magadra maradsz. Akik azonban bíznak az Úrban, azoknak előbb-utóbb minden a jókra válik, és akik Istennel vannak, azok nincsenek egyedül. Bizony megpróbált engem is az utolsó év. Feleségem betegsége, magam gyengélkedése, a sok támadás minden oldalról, az elmaradt ígéretek a Hungarian Quarterly-vel kapcsolatban, néha úgy érzem, jó lenne abba hagyni, mindent lefeküdni, behunyni a szememet, és visszasiklani a múltba. Hiába, nem lehet. Harcos természetem újra meg újra felébreszt. Hé, talpra legény! Dolgod adott az Úr. Végezd, ahogy tudod, és bűzd rá a többit. Hát így vagyunk, Zitácska. Szeretném megszorítani a kezét a távolságon át, és egy kis bátorságot önteni a lelkébe. Az Úr velünk van, nem csüggethetünk. Szeretettel, gróf Vas Albert. Szeretnénk megköszönni a Művészetek Háza munkatársainak, Ráduli Istvánnak a hangosítást, a Történelmi Vitézi Rend tagjainak pedig azt, hogy idén is magukkal hozták történelmi zászlainkat. Koszorúzás következik, közben Furuján Pertis Szabolcs tanárúr játszik. Gödöllőváros önkormányzata nevében dr. Papné Pintér Csilla alpolgármesterasszony, Györfi Beáta önkormányzati képviselő és Jeni László. Jenei László.
Damjanics János általános iskola. Koszorúz Szent Imre katolikus általános iskola. Koszorúz a gödöllői Pemondrei Szent Norbert gimnázium és a Teleki Pál egyesület. Koszorúz a Gödöllői Református Liceum. Koszorúz a Gödöllői KDNP szervezete. Koszorúz Vas Albert gödöllői szobor állításának kezdeményezői Kis Antal és Kelement Péter úr. Koszorúz a Vas Albert Aszódi Egyesület. Koszorúz a Történelmi Vitézi Rend és a Nemzeti Lobogó Társaság. Most kérem, hogy tegyék le az emlékezés virágait azok, akik ezt még meg szeretnék tenni. Ünnepségünk végén kérem, énekeljük el a szózatot, majd a székely himnuszt.
Köszönöm.